Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. A mai üzenet címe Fogadd el a meghívást. Ézsaiás 51 egyes ige része így szól ma hozzánk. Ti, akik szomjasztok, jöjjetek-e forráshoz, hogy igyatok a vizéből, mindannyian jöjjetek. Még ha nincs is pénzetek, lakjatok jól, egyetek amennyi kell, jöjjetek mind. Isten igéje meghívást nyújt minden ember számára. Kérdés az, hogy meghalljuk-e a meghívást. Az életben szoktunk hívást, meghívást kapni születésnapra, esküvőre, ballagásra, ugye most ez nagyon jellemző, és még ezekhez hasonló dolgokra. Amikor megkapjuk a meghívót, rögtön elindul egy folyamat bennünk, hogy mit vegyünk, hogyan készüljünk, hogyan feleljünk meg, stb. Vajon ez a folyamat miért indul el bennünk? Valószínű azért, mert valamelyik szerettünk az, aki meghívott minket. És a szeretet motivál bennünket, hogy elfogadjuk a meghívást, és elkezdjünk készülni, és örömet okozni annak, aki meghívott minket. Nos, Isten meghívása, Csodálatos ajándék minden ember számára. Isten egy forráshoz hív bennünket, amely forrás átitat bennünket a Szentlélek által, ami étel és eledel számunkra. Istennek a jelenléte az életünkben és a Szentléleknek a megnyilvánulása olyan, mint az eledel, ami táplál bennünket. Jézus az élet kenyere, a vele való közösségre hív bennünket. Az Isten az ő családjába, hogy ebben az életben megtapasztald az ő túláradó kegyelmét és szeretetét. Isten igéje egy meghívó. Kérdés az, hogy meghallod e a meghívást, és megdobban-e a szíved arra a meghívás, meghívásra, ami az Istentől jövő. A keresztény közösségek azok az emberek, akik meghallották már a meghívást, és megdobbant a szívük, és odajárultak az élő forráshoz. A mi élő forrásunk az nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. A meghívás személyre szóló. Amikor megdobban a szív, és meghallja a meghívást, akkor elindul az a folyamat, hogy, hogy kedveskedj annak, aki meghívott engem. Hogy az élet kenyeréből vehessek. Ilyenkor feltesszük azt a kérdést, mit kell, hogy cselekedjem. Nos, a szeretet minden földi dolognál értékesebb. A szeretet jót tesz a másikkal, Isten minket, téged, erre a szeretetre hív. És azt akarja, hogy ez a szeretet beragyogja a mindennapjainkat, a mindennapodat. A személyre szóló hívás így szól ma mindannyiunkhoz. Hald meg hát, Ézsőjás 43, 1-től idézem. De most azt mondja az örökkévaló, aki teremtett téged, ne félj, mert megváltottalak neveden szólítottalak, enyém vagy. Mikor vizeken kell szát, veled vagyok. Ha folyókon, azok el nem borítanak. Amikor tűzön mész keresztül, téged meg nem éget a lángja, és nem emészt meg. Mert én vagyok az Istened, az örökkévaló Izrael szentje a te szabadítód. Ha meghallottad a meghívást, Keresd a családot, keresd egy keresztény közösséget, ahol jelen van az Isten a Szentlélek által. És ez nem más, ez a mi élő forrásunk, ez a mi életünk, ami megelevenít bennünket, megújít bennünket, azért, hogy Isten drága szent szavát átéljük, megéljük, Betöltsük és elvigyük ezt a jó hírt, amit Isten tett a mi életünkbe, másokhoz is. Hogy minél többen megismerjék azt a Krisztusi szeretetet, amit Isten ad nekünk és békességet. Isten áldjon önöket!